És akkor folytassuk azzal a mai mozaikot, hogy elindult két héttel ezelőtt egy sorozatunk, méghozzá a Gottszégen György Országos Kardiológiai Intézetből, csak kimondom, hál' Istennek nem abból élek, hogy beszélek. Illis Peti minden héten ott van. Vicces volt? Nem. Illis Peti minden héten ott van és forgat, hogy a holnapi adásban mi lesz, már mutatjuk is. Peti, jó reggelt! Igen, ezen a héten pénteken már a harmadik epizódot láthatják a kedves nézők. Szia, jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket. És az első két héten, az első epizódban egy általános betekintést kaphattak a nézők a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetnek a munkáiba, hogy a zöld ruhás, fehér köpenyes orvosok milyen betegeket, pácienseket látnak el a különböző emeleteken. A második epizódban pedig már egy konkrét beavatkozást is megmutattunk, egészen pontosan a szívkatéterezés általi koszorúért tágítást, és hogy a holnapi pénteki epizódban mi látható, erről már dr. Andréka Péter főorvos kérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a nézőket. És hát nem véletlenül vagyunk most is a katéteres laborban, ismét egy katéteres technikáról lesz szó, egy speciális katéteres technikáról, a katéteren keresztüli szívbillentyű beültetésről, illetve egészen pontosan az úgynevezett aorta billentyű beültetésről. Ezt nagyon súlyos billentyűszűkület esetén szoktuk megcsinálni azokban az esetekben, amikor a szívműtét valamiért nem kivitelezhető. Milyen esetekben döntenek a beavatkozásnál, hogy katéteres beavatkozás fog sor kerülni, vagy pedig egy hagyományos felmetszés a szívműtét? Ebben a pillanatban még úgy áll a dolog, hogy a teljesen normális és hétköznapi szinten is elfogadott beavatkozás mód az aorta billentyű szűkület esetén a billentyű szívműtéttel történő kicserélése. Azonban van egy olyan betegcsoport, akik önmagukban magas sebészi kockázatot jelentenek, vagy olyanok az anatómiai viszonyok, hogy egész egyszerűen csak magas kockázattal, vagy a nagyon magas kockázattal lehet elvégezni a műtétet, és ebben az esetben egy csapat, aminek része a katéteres kardiológus, a szívsebész, az altatóorvos, a képalkotó kardiológus közösen hozza meg azt a döntést, hogy abban az esetben annál a betegnél nem szívműtéttel cseréljük a billentyűt, hanem egy katéteres billentyűbeültetést végzünk el. Egy ilyen beavatkozásnál több helyről is, általában csuklóból vagy a combból is föl tudják szúrni a katétert. Itt egy billentyűbeültetésnél melyikre fog sor kerülni, vagy melyik történik általában? Hát tekintve, hogy körülbelül egy kisúnyi vastagságú katéterbe kell beletennünk a billentyűt, ez a kisúnyi vastagságú katéter a csuklóverőerén keresztül nem vezethető fel, tehát ebben az esetek legnagyobb részében a combverőerén keresztül történik a beavatkozás. A betegek bódult állapotban vannak, még csak nem is alszanak, és hát igazából ugyanez egy 21. századi technika, egy 21. századi intézményben, azért szerencsére odáig jutott ma már a kardiológia Magyarországon is, hogy ez benne van a kardiológia rutin eszköztárában. Tehát már erre gondolnak a kardiológusok, gondolunk mi is, és ha szükség van rá, akkor elvégezzük a beavatkozást mindig, mindenkinél. Milyen esetekben szükséges egy ilyen beavatkozás? Tehát hogyan jut el a páciens idáig, és általában milyen korosztályt érint? Hát, hogy ezt tudni kell, hogy a szívnek több ürege van, 4 szívürege van, és a szív bal kamrája felelős azért, hogy a szervezetünket ellássa oxigénben dús vérrel. A bal kamrából a vér az úgynevezett aorta billentyűn keresztül áramlik ki. Erre billentyűre azért van szükség, hogy egyenirányítsa az áramlást, ne tudjon visszafolyni, amikor a szív elernyed. Van azonban egy olyan állapot, amikor ez a billentyű, ez általában legnagyobb részt messzesedés miatt szűkül, és egész egyszerűen a szív bal kamrája bármennyire akar összehúzódni, mégse tud megfelelő mennyiségű vért kipumpálni a szervezetbe ezen a szűkületen keresztül. Ez egy halálos betegség, mert annyira leterheli a bal kamrát, hogy annak mindenféle súlyos következményei lehetnek. Ezért mindenképpen meg kell oldani, föl kell szabadítani a bal kamra működését úgy, hogy egy nagyobb, jól működő billentyűt betesz vagy a szívsebész, vagy a katéteres kardiológus. Tehát ebben az esetben, ha jelentős a szűkület, egyrészt a betegek túlélése érdekében, másrészt pedig az életminősége javítása érdekében meg kell csinálni ezt a beavatkozást. A betegek egy jó részét mi látjuk itt az intézetben, másik részét pedig a problémát kint fedezik föl más kardiológusok, és úgy küldik be hozzák az intézetbe, hogy végezzük el ezt a beavatkozást. Főorvos úr, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én!
Kedves nézőink, tehát holnap, ahogy hallották, egy igazi 21. századi műtétet, beavatkozást mutatunk meg önöknek, úgyhogy érdemes ezt velünk tartani itt a Mozaikban, reggel 9 órától várjuk önöket, és ahogy megszokhatták, a következő jövő hét péntekein is majd minden egyes új epizódban bemutatunk egy új, különleges tudományágat. Ennyit innen a helyszínről, a szó a Mozaik stúdiójáé. Peti, nagyon szépen köszönjük.